Alapos közös bemelegítés előzte meg a 2022-es év utolsó sporteseményét Bonyhádon. A városban régi hagyománya van annak, hogy az óévet malackergető futással búcsúztatják, ami során a szerencsehozó állatoknak öltözött fiatal atléták is pályára lépnek, és együtt kocognak a többiekkel. Én már meg se tudnám mondani, hogy hányadik szilveszteri futásom, amióta szerintem a város megrendezén itt vagyok. Amúgy is rendszeresen futok, úgyhogy összekötöttem a kettőt. Nagy szívvel jöttem idén is. Voltak, akik babakocsival, mások a gyerekeikkel futották le a távot. Elsőként a kicsik rajtoltak el, majd őket követték a felnőttek. A szervezők összesen két futammal készültek. Egy körös futás lesz, ami 400 méter a gyerekeknek, illetve az időseknek, aki ezt választja, és utána a városban lesz egy kör, ami úgymond 2023 méter az idei évben is. És a lényeg az, hogy kicsit együtt legyünk, egy kicsit mozogjunk, együtt zárjuk az évet, és jól induljon majd az új év sportosan. A futás mellett a legkisebbek az atlétikával is ismerkedhettek. Nekik ugyanis kifejezetten erre a célra beszerzett eszközökkel tartottak bemutatókat a szervezők. Bonyhádon az önkormányzat évek óta támogatja az új évet mozgással lezáró rendezvényt. Az év utolsó napja sportosan mindenki, aki úgy gondolja, hogy sportosan végzi, az megteheti ebben a körben. Bízunk benne, hogy sokunknak szerencse is lesz, ilyenkor tombóval és vízslivel sok mindennel készülünk a bonyhádiaknak. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. A 2022-es évet lezáró malackergető futáson ezúttal mintegy 150-en vettek részt.